barackka virága. Május első vasárnapja mindig ünnepnap Gubás Gabiéknál. Gyermekeit, Annát és Attilát nem kell nógatni. Maguktól is tudják, hogy milyen jól esik egy-egy ehhez hasonló ajándék az édesanyjuknak. Az anyuka is, az apuka is nap mint nap megtapasztalhatjuk a gyerekek szeretetét. Tehát azért az a fajta puszi, amit vagy amikor csak oda tudják a fülünkbe, hogy szeretlek, hát az, annál azt hiszem, hogy nincs boldogabb dolog, vagy átölelnek, vagy anya, nagyon szeretlek. Ez szerintem ez a legfantasztikusabb érzés. Ezért nagyon jó anyának lenni. Ezért is nagyon jó anyának lenni. Gubás Gabi ma már jól tudja azt is, hogy annak idején miért küszködött a könnyekkel édesanyja, amikor meglepte anyák napi alkalmából. Sírt is anya, és azt tudom, hogy én is sírtam először, amikor így elmentem egy ilyen anyák napjára még Attilával, és amikor először volt, hogy ő is a kis a bölcsödébe is volt anyák napja, és akkor láttam, hogy ott a kis édes kis totyogó még ott elkezdett ő is mondogatni, meg énekelni ott a dadákkal a dolgokat, hát akkor nekem is kicsordult a könnyem, meg általában mindig ki szokott csordulni, amikor ilyen ünnepségeken próbálnak nekem kedvességet és ajándékot csinálni. Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy Gubás Gabi gyermeke mit gondol erről a jeles napról. Attila tömör, diplomatikus, de persze annál szerethető válasszal szolgált. Neked mit jelent anya? Milyen viszonyban vagy anyával, Attila? Hát, jó. Jó. Susogja a szellő, üzenik az ágak, lombok, létem mindig nagyon boldog, édesanyám.